A Molnár Dixielandben 2009-ben 45 éves jubileumi fennállásukat megünnepelve koncertsorozatot szervezett 16 városban, határon kívül és belül. Az első határon túli állomás Zenta volt, ahol vendégegyüttesként a komáromi Dixieland Banddel lépett fel. Öt éve játszom a Molnár Dixielandben, mivel Miki kisfia akkor született, és így innen tudom. Ha ő 5 éves, akkor én 5 éve. Korábban harsonáztam, alkalmilag helyettesítettem Mucsi Árpit, és most a felkérésre elkezdtem trombitán játszani, mivel hogy már ismertem a repertoárt. Mivel a Dixieland muzsikálás az főként délután és éjszaka zajlik, a tűzoltózenekarral meg napközben és délelőtt szoktunk szerepelni, ezért viszonylag könnyen tudom egyeztetni. Feldob annyira ez a zene, hogy elfelejtem a fáradtságot, és abszolút a szórakozás része jut nekem ebből a dologból. Azt játszom, amit szeretök, mert én maradtam swingös, dixielandös beállítottságú, mindenféle beat korszakok ellenére is. Ezt nem lehet megunni. Ez egy nagyon jó műfaj. Gitárosként kezdtem a zenész pályafutásomat, hát már több mint 40 éve, és egy érdekes meghívást kaptam 10 évvel ezelőtt Molnár Gyulától, és elhívott egy Dixieland fesztiválra, rögtön kapásból egy fesztiválra Dresdába, és ebbe a poéna annyi volt csak, hogy mondtam, hogy én nem tudok banjozni, azt mondta, de egy hónap múlva indulunk, van időd egy hónap, és akkor tanulj meg. És akkor hát azóta tart a tanulási folyamat. Szívem csücske a muzsikálás mellett a tanítás. Valamikor, amikor én annak idején elkezdtem, akkor bennem volt az, hogy akár a gyerekeket, vagy akár a felnőtteket arra biztatni és fölhívni a figyelmet, hogy két zene van, jó meg rossz. És a jó zene iránt mindenféleképpen elkötelezett fiatalokat nevelni, és ez 1981 óta a célkitűzésem, hát talán sikerült is ezt. Thank you.
won't you please come on? Idézzünk fel egy 1986-os archív felvételt a Molnár Dixieland Band legemlékezetesebb drezdai koncertjének egyikéből, ahol Garai Márta énekli ezt a lassú, melankolikus blues számot, Baby Won't You Please Come Home címmel. Was you know why I never saw the leaper? But baby, I've ever run a thing. Oh, you can really tell, I tell you say, baby, won't you please come along? Have a bottle of money, baby. Ugye már 58-ban egy olyan vendéglátó zenekarban játszottam, ahol játszottak Dixielandet is, ez a, akkor így hívták, hogy Hangulat Jazz, de tulajdonképpen Horváth Béla trombitás, utánt Horváth Béla jazzben. Ez a zenekar hattagú volt, és át tudott alakulni rock and roll és egyéb zenékből Dixielandé is, és sok Dixit játszottak. Hát akkor nagy sláger volt a Van de Sands, ugye Szentek bevonulása, és én egy másik oldalon is megszerettem ezt a zenét, mert Galli László nevű pajtásom, akinek volt már pontosabban a szüleinek lemezjátszója, ott hallgattuk a Louis Armstrongot, Louis Primát, Ella Fitzgeraldot, és hát rohantam haza, akkor én már klarinéton tanultam, és próbálgattam ezeket a számokat. És amikor a beat korszak bejött, és ez a zene majdnem feledésbe merült, amikor eszembe jutott, hogy nem kéne ezt talán feledésbe hagyni, és ezáltal úgy gondoltam, hogy összehozunk egy ilyen bandát, akkor bemutatkoztunk egy hattagú zenekarral, Szegedi Dixieland néven egy koncerttel, és hát azóta létezik ez a banda. Nagy örömömre szolgált, hogy a zenekarban majdnem 40 évig szerepeltem. Közben bejártuk fél világot, sok sikerrel, sok buktatóval. Kecskeméti Katona József Színházban a Molnár Dixieland Band egyik vendége volt Deső Csaba, jazzhegedűs. Itt többek közt egy Parker szerzeményt játszanak közösen.
60-as években, amikor a magyarországi jazz élet föllendült, akkor kevesen tudják, hogy ez nem csak Budapesten volt, hanem olyan nagyvárosokban is, mint például Szeged. Én akkor mindjárt az elején felfigyeltem, hogy van egy igen kiváló, lendületes, swinges, New Orleans-i zenét játszó együttes, a Molnár Dixieland. Felidézett bennem gyerekkori emlékeket, amikor is én valamikor a jazz-t hallgatni, ugye New Orleans-i zenékkel, meg swinggel kezdtem, Louis Armstrong, Benny Goodman is hasonlók voltak a kedvenceim, sőt, példaképeim. És ez a hangulat, ez visszaköszönt akkor, amikor Molnárékat hallottam. Először csak úgy messziről ismertük egymást, aztán egyszer csak kaptam egy meghívást tőlük, ez valamikor a 70-es években volt. És akkor játszottunk egy néhányszor együtt. Egy sok év kimaradt, és nem játszottunk együtt. De most, az utóbbi években megint egymásra találtunk, és nagyon nagy örömmel játszom együtt Molnárékkal. Everybody gets the blues now and then, and I know what to do. Garai Márta 1971 óta játszik az együttesben. Énekével és zongora játékával meghatározó egyénisége a zenekarnak.
A világhírű cimbalom művész Balogh Kálmán szerepelt még vendégként Kecskeméten, Dézi című rektámjával nagy sikert aratott. Nekem a Molnár Dixielanddel való játék az mindig egy ilyen vidám felüdülési pont volt. Mindig kacérkodtam ezzel a műfajjal, de soha nem jutottam hozzá ahhoz, hogy valóban játszak is egy Dixieland zenekarra. Ez egy olyan elementáris, folklórhoz közel álló zene, ami hozzám is közel áll, mivel hogy én folklórzenésznek tartom magam. És hát így utólag azt mondom, hogy kár, hogy nem kezdtük ezt előbb. Balogh Kálmán. A 45 évet illetően 1964-ben bizarr gondolat volt Molnár Gyulától, hogy Dixieland zenekart alakít. 64-ben a Beatles meghódított Amerikát, miután Európával már végzett, és ebben az időszakban egy Dixieland zenekar alapítása az nem volt mindennapos dolog. Tessék elképzelni, milyen jónak kellett lenni ahhoz, hogy lábon maradjanak és hogy folyamatosan előre tudjanak lépni. Ebből a sanyarú helyzetből a KISZ központi bizottsága emelte ki a zenekart, miután 1966-tól kezdve 5 éven át megszervezték Salgótarjánban a amatőr jazz és tánczenekarok fesztiválját, ahol a Molnár Dixieland 2 aranydiplomát és egy ezüstérmet nyert, és tulajdonképpen innen kezdve váltak ismerté, a Magyar Rádió próbafelvételt készített a zenekarral, majd később 50 számot vettek föl, ezek mind hallhatóak most rádióban,
és a televízió is felfedezte magának a zenekart. Végül 1972 adott egy nagy áttörést, a csehszlovákiai Prerovban volt egy nemzetközi Dixieland fesztivál, ahol a Molnár Dixieland Európa klasszis díjat nyert. Tessenek ezt ízlelgetni, Európa klasszis díj 1972-ben egy olyan zsűri előtt, amelyiknek Albert Nicolas volt az elnöke, aki világhírű klarinétos volt abban az időben is. Na innentől kezdve aztán beindult a gőzhenger, Novosibirsktől Egyesült Államokig, Oszlótól Szófiáig, és mindenütt játszott a zenekar, beleértve a Kanári-szigeteket, és elszaladt ez a 45 év. Van szerencsém jelenteni kiváló kollégánkat és barátunkat, Itzés Tamást. És Lázár Miklós. Technikai okok miatt a Rumos Piskóta tartalmazza a 45-ös és a 65-ös számokat is gyertya formájában, úgyhogy ezt jól elfújnád esetleg klarinéttal. Győrben az elegáns, komoly zenei koncertjeiről híres Richter teremben lépett fel, jubileumi műsorával a Molnár Dixieland Band. Thank you.
győri koncerten a Bécsben élő Malek Andrea énekes volt a zenekar vendége. Standard jazz számaival elvívölte a közönséget. I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting. It's you that I'm singing of. And misbehaving. I'm saving my love for you. Like Jack Horner in a corner. Don't go nowhere. Why do I care? Your kisses are waiting for. Believe me, I know they're out late. Don't care to go. I'm home about 8. Just me and my radio. In misbehaving, I'm saving my love for you. Balogh Kálmán cimbalomművész a Minek a szőke én nékem című népdalként elterjedt, műdal átiratában a klarinét és a cimbalom együttes hangzása autentikus párosítás a műfajon belül. Thank you.
Очі чорні, очі пламені, і манятані, страні дальні. Где царит любовь, где царит покой, где сраная... A szegedi koncert a nagy érdeklődés miatt két előadásban zajlott nagy sikerrel. Az egyik vendég Malek Andrea volt. Очі чорні, очі гудіє, очі страсніє і прекрасніє. Як люблю я вас, як боюсь я вас, знать увидя вас, я не в добрий час. Очі чорніє, очі пламені, я маня дні, страни далі, где царит любовь, где царит покой, где страняя нитка сложни собе. Te játszanak, hogy csak figyelni kell, és rájuk kell hagyatkozni, hogy csinálják. Mennyire sokat lehet tanulni tőlük, és mennyire hiányzik az én generációmnak az, hogy ezt a másik, ezt az idősebb generációt lássa színpadon működni az ő gondolataikkal, az érettségükkel, és az egész életfilozófiájukkal. És ők ezt meg tudták valósítani valahogy valamilyen csoda folytán, hogy fiatalok maradtak egyszerűen. A nagy sikerű szegedi koncerten a másik vendég a Full Moon Vokál együttes volt. A Molnár Dixieland Band ötletére a vendégművészek külön műsorszámmal is készültek. A Change the World, azaz Változtasd meg a világot című világslágert énekelték. Change the world, baby.
a szegedi jubileumi koncertre, a külön erre az alkalomra szervezett Big Band kísérte Malek Andreát Korb Attila hangszerelésében. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? How the happy tune is on your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. Not afraid, this rover grows over. If I never have a sale, I'll be rich as Rockefeller. Gold is at my feet, on the sunny, sunny side of the street. Big Band Gershwin világhírű szerzeményét kíséri. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So the world. So let it be good to me.
be good. Oh, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. Oh, lady, be good to me. Szépen köszönjük! A Művészetek Palotájában és az évente megrendezett Szegedi Szabadtéri Dixieland Fesztivál, a Szeged Dixi 2009. augusztusában nagy sikerű fellépése volt a jubileumi sorozatnak.
Garai Márta is énekelt az Extra Big Band kíséretében. No one to talk with, I'm by myself. No one to walk with, I'm happy on a shelf. And misbehaving, saving all my life for you. I know for certain, do what I love. I'm too be hurting, here and I'm thinking of. And misbehaving, saving all my life for you. Don't go nowhere, but you like it. Your kisses I'm waiting for. I don't stay away, no place to go. I'm home about it, leaning to radio. And misbehaving, saving all my life for you. And misbehaving, saving all my life for you. And misbehaving, saving all my life for you. Do.
Garai Márta híres száma az 1986-os Drezdai Fesztiválon is elbűvölte a közönséget. Reméljük, hogy a szegedi Molnár Dixieland Band még hosszú évekig játssza vidám muzsikáját. Egybe Gyula meghívott, hogy a Dixielandbe kellene játszani, és nagy örömmel vállaltam. Addigra én már nagyon szerettem a Dixielandet, elég sokat hallottam ezt a zenét. Mi abban az időszakban játszottunk Dixielandet, amikor nem nagyon volt más lehetőség külföldre menni. Mi viszont a Dixielanden keresztül rengeteg fesztiválon részt vettünk, Hollandiától Olaszországig, Németországtól Norvégiáig nagyon sok felé jártunk. A Molnár Dixieland együttesben körülbelül két évtizedig szerepeltem, játszottam, ez a 60-es, 70-es évek tehető, baráti segítséggel, Kanadából származó valódi Gibson banjo-t tettem szert, aminek a hangszíne gyönyörű volt, de hozzátartozik a történethez, hogy a banjo halk hangszer. Na most mi állandóan ki voltunk hangosítva, úgyhogy öröm volt és ünnep számomra, amikor saját hangszeremet sikerült hallani, és ezek az örömünnepek elsősorban a drezdai hangversenyteremben valósultak meg, miután ott a hangosítás olyan profi volt, hogy a lélegzet szállt körbe, hatalmas nézőtéren több ezer ember fért egyébként oda. Zenei kibontakozásom idején a Dixieland tulajdonképpen mindig kedvenc műfajom volt. Tetszett a lelkesítő előadásmód, a kollektív improvizáció, ami látszólag mindenkinek egy bizonyos szabadságot nyújt, biztosít, de ennek ellenére hihetetlen kötöttségek között lehet csak ezzel a szabadsággal élni.